kicsit izgultam, érted, mert olvastam, hogy egyszer már letörted azt a kurbit, nehogy most is előforduljon, de biztos voltam benne, miközben hallottalak, hogy Sebő Feri nagyon irigy volt. Irigykedtél, Feri? Hogy mondhatsz ilyet? Hallottátok, hogy tűnünk? Hogyha van a gitárművészetnek Paco de Luciája, vagy Eric Clapton, akkor te vagy a tekerő Eric Clapton. Hát... Önmagában az, hogy az embert egy mondatban említik Eric Claptonnal, ez már egy nagyon-nagyon pozitív dolog. Úgyhogy abszolút büszke vagyok erre. A 2012-ben, talán viccesen is lehet mondani, de a páva által úgymond felkerültem a térképre. Lényegében úgy tudnám megfogalmazni, hogy ez a műsor hivatalossá tette, hogy van egy srác, aki tud tekerőzni, tud ezen a hangszeren játszani. 5 év alatt rendkívül sok minden tud változni. Azóta lett egy diplomám, azóta már közgazdászként van, dolgozom. Tehát így a felnőtt életnek az eleje, az alapjait így elkezdem, megpróbálom lerakni. Tizenhét évesen még... picit olyan volt, hogy a virtuózitás volt a lényeg. Tehát, hogyha a kezemben van a hangszer, akkor azon bizony mindent meg kell tudni mutatni, amire csak képes vagyok. És most egy picit máshogy nyúlok a hangszerhez, tehát, hogy már emlékeket is társítok adott összeállításokhoz, bizonyos tekintetben mást jelent az, hogyha ma megfogom a hangszert és megszólal a kezemben. Persze a technika az azért reméljük még mindig megvan.